Itt vagyunk Magdalában, mögöttem a galileai tenger mellett fekvő első századi zsidó város ősi kikötőjének ásatásai. Amint láthatjátok, a galileai tengervize nagyon mélyre süllyedt, ez egyértelműen az asszály éve. Az elmúlt néhány évben nem kaptunk elég esőt, és a galileai tenger leapadt. Ez persze visszarepít abba az időbe, amikor 1986-ban két testvér sétált itt a galileai tenger partján, Magdala, Genezáret és Genezár között abban a reményben, hogy egyszer majd kincset találnak. Ez a nap határozottan az ő napjuk volt. Láttak egy római szöget, majd még egyet, aztán megláttak egy fadarabot. Megtisztították, és azt látták, hogy ez egy csónak része. Rájöttek, hogy ez most versenyfutás az idővel. Hatóságokhoz fordultak, az LAL-hez, légielőhöz, segítségre volt szükségük, valahogy kiemeljék ezt a csodálatos ősi első századi fából készült csónakot a sárból itt a galileai tengerpartján, és biztonságos helyre vigyék. Természetesen az egyetlen módja annak, hogy a csónakot onnan, ahol volt, elhozzák, az volt, hogy ásanak egy csatornát onnan, ahol a csónak volt, a galileai tengerhez. Amint a víz jött, a csónak kiemelkedett a sírjából, és sikerült 2000 év után ismét úsznie a galileai tenger ugyanazon vizén. A dolog érdekessége, hogy közvetlenül mögöttem ebben a kikötőben találtunk egy gyönyörű mozaikot, amely azt mutatja, hogy nézhetett ki egy halászhajó az első századból. Ahogy összehasonlítottuk a csónakot, amit találtunk azzal, amit itt látunk ezen a bizonyos mozaik padon, szinte teljesen megegyezett. Tehát ez egy nagyon izgalmas pillanat volt, mint a régész, mint a szakértők számára, és határozottan megerősítették, hogy egy olyan első századi fából készült csónakról beszélünk, amelyhez hasonlót még soha nem találtak itt ezen a helyen, vagy a világ bármely más pontján. Vissza kell mennünk a történelemben, hogy megértsük, hogy Jézus idejében Migdálnak neveztél Magdalát, ami tornyot jelent. Ez volt az első város, amelyben Jézus a Názáretből Kapernaum felé vezető úton eljutott. Valójában mögöttem van az Arbel-hegy, és közvetlenül a hegy mögött van az a kanyon, amelyen keresztül Jézus Názáretből lement a galileai tengerhez. Az első zsidó város, az első sorban Magdala, Genezáret, Topka, Kapernaum, Korazin, Betesdáról beszélünk, az első mind közül Migdál, Magdala volt. A Migdál a torony szóból származik. Nem volt szükség őtoronyra, nem volt szükség falakra, erődítményekre. Az a torony, ami itt volt, valószínűleg egy olyan torony volt, amit mi kereskedelmi célokra használunk. Azt mondják, hogy a galileai tengerből származó halat szárították a torony kis fülkébe, és ez volt az ókori idők ősi marhahús készítménye. A szállított halak akkoriban csemegének számítottak, ez egyfajta fehérje szelet volt, amelyet főleg a római katonák szerettek a zsebükben tartani, amikor nagy szükségük volt rá, hogy egy kis energiát kapjanak. Migdál zsidó város volt. Zsidó emberek Jézus idejében csak egy nagyon szűk területen éltek a galileai tenger környékén. Az, hogy ez egy zsidó város, határozottan megerősítjük azzal, hogy találtunk egy zsinagógát, nem csak egy zsinagógát, ez az egyetlen első századi zsinagóga, amelyet itt találtunk a galileai tenger környékén. Az összes többi városban, ahol zsinagógát találtunk, mint például Kapernaum, Karozin, az ott talált zsinagógák valójában későbbi korszakokból származnak, néhány a 3., 4. vagy 5. századból, de egyik sem volt eredeti Jézus korából, kivéve itt. Pontosan itt, ezen a helyen, hála annak a katolikus mexikói szervezet építkezésének köszönhetően, amely megvásárolta a földet egy zsidó férfitól, aki úgy döntött, hogy eladja, mert nem tud mit kezdeni a földdel, hogy elkezdtek szállodát építeni katolikus zarándokok számára,
számára, véletlenül megtalálták az első századi város romjait. Természetesen az építkezést le kellett állítani, azonnal ásatásba kezdtek, megtalálták a zsinagógát, megtalálták a zsinagóga melletti piacteret, találtak lakóterületeket, megtalálták az ősi kikötőt, és természetesen megtalálták annak a hajónak a mozaikját is. Mindenek előtt hiszem, hogy a legérdekesebb dolog, amit itt találtak, az a négyzet alakú kő volt, amely a zsinagóga szívében álló főasztal lehetett, ahova a kísérő a tekercseket vitte, kinyitotta, és felolvasott belőlük. Tudjuk, hogy Jézus nem egyszer tanított a galileai tenger körüli zsinagógákba, és tudjuk, hogy szokása szerint szombatonként bement a zsinagógába, és felolvasott a Szentírásból. Tehát nincs kétségünk afelől, hogy az itt talált kő, amely mind a négy oldala, sőt a tetején is gyönyörűen díszített, ami azt jelenti, hogy nem egy fal része volt, nincs kétségünk afelől, hogy maga Jézus állt és olvasott a bibliai tekercsekből, ami azon a kövön feküdt. A kő gyönyörűen fel volt díszítve zsidó díszekkel, zsidó szimbólumokkal, és mindenek előtt a menórával, a hétágú kandelláberrel. Ez volt a legfontosabb dolog, ami a követ díszítette, ami mindenféleképpen meghatározta, hogy valóban egy zsidó várost nézünk. Később rituális fürdőket találtunk, amelyeket csak az itt élő papi családok igényeinek feleltek meg. Tudjuk, hogy egy fontos zsidó város az első századból itt, a galileai tengerpartja mellett létezett. A zsinagóga mérete elég kicsi volt, és ez persze arról árulkodik, hogy maga a város nem volt olyan nagy. Általában a férfiak jártak naponta a zsinagógába, a nők csak ünnepnapokon vagy szombatokon jártak. Ha egy zsinagóga ilyen kicsi, akkor megérthetjük, hogy a város nem volt nagy. A kisvárosoknak pedig nagy szájuk van. Tudjuk, hogy ha egy ilyen helyen élsz, akkor mindenki tud mindenkiről mindent. Ezzel eljutottam egy nagyon fontos és különleges nő történetéhez, aki itt élt ebben a városban. A neve Miriam, Mária volt, és Lukács evangélium a 8. fejezetében Mária Magdolnának hívják, ami azt jelenti, hogy Mária Migdalából. Nem volt családi neve, azt sem tudjuk, hogy ki volt az apja, vagy mi volt az anyja neve. Nem tudjuk, hogy voltak-e testvérei, bár abban az időben gyakori volt, hogy egynél jóval több gyerek volt a családban. Csak azt tudjuk, hogy Magdalában élt. Azt tudjuk, hogy Jézus meggyógyította őt, és 7 démont űzött ki belőle. A démoni jelenlét egy emberben sokféleképpen megnyilvánulhat, de egy biztos. Ha az emberek tudják, hogy démontok megszállt vagy, akkor már is sérült vagy. Az emberek távol maradnak tőled, és nem akarnak majd kapcsolatba kerülni veled. Mária Magdolna nem volt népszerű nő ebben a városban, az biztos. Kisváros, nagy pletyka, kisváros, nagy száj, mindenki mindent tud. Biztos, hogy Mária nem érezte jól magát démonoktól megszállva, egy ilyen kisvárosban élve, a város vicceként, minden bizonnyal olyas valakiként, aki kitaszított, olyas valakiként, akit senki sem szeret. Nem volt olyan férfi, aki szeretette volna, támogathatta volna, megajándékozhatta volna gyerekekkel, akiket szeretett volna. Egy nő abban a korban, ha nem volt házas, nem voltak gyerekei, minden bizonnyal olyan nő volt, akinek problémája van. Én csak azért tudok azonosulni Máriával, mert olyan sokan közülünk, életünk egy bizonyos pontján keresztül mentünk valamin, ami mások számára talán azt eredményezte, hogy sérült árunak tűntünk. De Jézus eljött Migdál városába, és egy dolgot tudjuk, hogy Máriából kiűzte az összes démont. Tudjuk, hogy van egy ember, akihez nem félt közeledni. Volt egy ember, akihez nyugodtan oda mehetett, és ez Jézus volt. Persze Jézus, ahogy már mondtuk, soha senkit sem utasított el, hogy meggyógyítson.
A Biblia azt mondja, hogy bejárt egész Galileát, tanított a zsinagógáikban, és minden embert meggyógyított különböző betegségekből, kínokból, voltak epilepsziások, bénák, démonoktól megszállottak, kétségtelen, hogy Mária is köztük volt. De nagyon kevés ember volt, akit Jézus meggyógyított, hagyott ott mindent, és követte őt. Mária egy volt közülük. Mária először Lukács evangélium a 8. fejezetében ismerjük meg. Ezt mondja, ezután Jézus a 12 apostollal a városokat és a falvakat járta. Hirdette az Isten királyságáról szóló örömhírt. Volt velük néhány asszony is, akiket Jézus gonosz szellemektől szabadított meg, és betegségekből gyógyított meg. A magdalai Mária, akiből 7 gonosz szellem ment ki, Johanna, Húza felesége, Zsuzsanna, meg sokan mások is. Húza Heródes egyik főembere volt. Ezek az asszonyok a saját vagyonukból támogatták Jézust és a tanítványokat. Mária Magdolna egyike volt azoknak, akik a 12-vel együtt követték Jézust. Mária Magdolna jobban érezte magát Jézus mellett, mint a saját anyjával, apjával, talán testvéreivel, és mindenképpen a szülővárosának lakóival. Ez azért érdekes, mert az előző 7. fejezetben Jézus beszélt Simeonnal, az egyik farizeussal, aki Jézussal szeretett volna vacsorázni. Jézus elmesélt neki egy történetet egy asszonyról, aki meggyógyult. Aztán a 47. versben azt mondja, mondom neked, ennek az asszonynak sok bűnét megbocsátották, ezt abból láthatod, hogy mennyire szeret. Akinek viszont kevés bűnét bocsátatták meg, abban a szeretet is kevesebb. Máriából 7 démon jött ki. Nem feltétlenül azért, mert vétkezett. Lehet, de egy biztos, minél többet bocsátanak meg nekünk, annál jobban szeretünk. 7 démon miatt Mária úgy szerette Jézust, hogy szerintem senki más nem szerette az első században őt. Persze tudjuk, hogy Mária követte Jézust, bárhová mentek, ő is ott volt. Rabbinak, mesternek, majd úrnak szólította. Jézus Mária ura volt. Nem volt a szeretője, ahogy ezt egyesek próbálják sugallni, mert ők tényleg nem tudják, mi az Isten szeretete. Nehezen értik meg az asszony szeretetét a mestere iránt. Jézus az ura volt, ami azt jelenti, hogy ő volt az élete középpontja. Ő volt számára minden. Valaki, aki démontól megszállt volt, aki kitaszított volt, akit elutasítottak, most először szerették, megbocsátást kapott, és akit olyan sokan mesternek, úrnak, tanítónak, rabbinak, megváltónak, és az egész nép megváltójának tartanak. Magához fogadja, magához öleli, és ez egy nagy kiváltság volt számára. El tudjátok képzelni, hogy Mária milyen sokkot kapott, amikor meglátta Jézust a kereszten? Az élete összetört, az álmai, a reményei is összetörtek, minden összeomlott. Nehezen tudta elhinni, hogy Jézus már nincs többé. Ő volt számára minden. Ő volt az oka annak, hogy reggel felébredt, élte az életét, és elment aludni. Tudta, hogy van remény az életében. Tudta, hogy van megbocsátás az életében. Tudta, hogy van szeretet az életében. Tudta, hogy van miért élnie. Aztán természetesen János evangéliuma 20. fejezetének beszámolója következik, amely szerintem mindennél jobban megmutatja Mária szeretetét és odaadását Jézusért, mint ura és mestere. János evangéliuma 20. fejezete. A hét első napján pedig Mária Magdolna korán elment a sírhoz, amikor még sötét volt. Korán elment a sírhoz, amikor még sötét volt. Még csak nem is volt a rokona. Nem volt sem az anyja, vagy a testvére. Nem arról volt szó, hogy ő volt az első a tanítványok közül. De ő volt az egyetlen, aki korán reggel, vasárnap reggel,
amikor még sötét volt, megjelent a sírnál. Nem félt a sötétségtől, nem félt a banditáktól, akik esetleg jönnek, megtámadják. Nem volt benne félelme ezektől a dolgoktól. Senki sem tudta megakadályozni abban, hogy ilyen korán eljöjjön egy olyan helyre, amelyet állítólag római katonák őriznek. Korán eljött a sírhoz, amikor még sötét volt, és látta, hogy a követ elvették a sírról. Akkor odaszaladt, oda ment Simon Péterhez, és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és ezt mondta nekik, elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Húha! Hallod az aggodalmat és az együttérzést a hangjában? Nem arról a kinyilatkoztatásról volt szó, amit Jézus feltámadásáról kapott. Nem. Nem igazán értette, hogy miről szól a feltámadás. Ő csak azt érdekelte, hogy Jézus testét, a halott testet jól gondozzák, jól bánjanak vele, és legyen ott, ahol lennie kell. Úgy bánjanak vele, ahogy egy testtel bánni kell. Ekkor Péter és a másik tanítvány azonnal elindult a sírhoz. Együtt szaladtak, de a másik megelőzte Pétert, és elsőként ért oda. Lehajolt, és látta, hogy ott vannak a vásznak, de nem ment be a szikla sírba. Simon Péter ugyan lemaradt egy kissé, de ő hamarosan ő is odaért, és bement a sírba. Ő is látta a vásznakat, a kendőt is, amely Jézus arcán volt, de az távolabb feküdt, külön összehajtva. Akkor bement az a másik tanítvány is, aki elsőként ért a sírhoz. Látta mindezt, és hitt. Ugyanis még nem értették, amit az írás mondott, hogy Jézusnak fel kell támadnia a halálból. Jézus megmondta nekik, hogy fel kell támadni. Jézus azt mondta nekik Cézári Filippiben, közvetlenül azután, hogy Péter elismerte, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, hogy az emberfiának meg kell halnia és fel kell támadnia. De ez nem igazán jött le, ez nem igazán rögzült. Még most is, amikor látják az üres sírt, még mindig nem értik. Ez még mindig rejtés számukra. De nézd meg, mi történt. Aztán a tanítványok ismét elmentek a saját otthonaikba. Csak egy üres sírt láttak. Jézus eltűnt, ők pedig megfordultak, és hazamentek. Nos, ez Péter és János, a két legidősebb tanítvány, a 12 tanítványból álló csoportban. De Mária nem. Mária nem fordult meg. Mária nem fogadja el a nemet válaszként, vagy nem fogadja el a nemet válasznak. Mária nem hagyja az üres sírot maradjon válasz nélkül. Hol van Jézus? Nem fog visszafordulni, nem fog hazamenni. A Biblia azt mondja, Mária kín állt a sír mellett sírva, és miközben sírt, lehajolt, és belenézett a sírba. Látta, hogy két fehér ruhás angyal ül, az egyik a fejnél, a másik a lábánál, ahol Jézus teste feküdt. Akkor így szóltak hozzá, asszony, miért sírsz? Ő pedig ezt mondta, mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették őt. Épp két angyalt látott ott ülni, ahol Jézus testének kellett volna lennie. De Mária nem kezdett el gondolkodni magába, angyalokat látok, milyen gyönyörű látvány. Ő csak az érdekelte, hogy hová tették Jézus testét. Ezt az aggodalmát még a két angyalnak is kifejezte. Nyilvánvaló volt, hogy ezek angyalok. Péter és János volt ott, senki más nem volt ott. Azért volt ott, hogy lássák, hogy a sír üres. Senki más nem volt ott, és hirtelen, amikor távoznak, behajol, és két angyalt lát. Az angyalok nem igazán hatották meg Máriát. Jézus hiánya volt az, ami annyira nyomta a szívét. És amikor ezt mondta, megfordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem tudta, hogy ő Jézus. Mikor tudod, hogy valaki meghalt, nem várod el tőle, hogy melletted álljon. Tehát, ha meglátsz valakit magad mellett, az utolsó dolog, amire gondolna, hogy az a halott az, akit keresel. Jézus pedig így szólt hozzá. Asszony, miért sírsz? Kit keresel?
Az asszony annyira feldúlt volt, annyira megzavarodott, hogy azt hitte, hogy ő a kertész, és így szólt hozzá, Uram, ha te vitted el, mondd meg, hová tetted, és én elviszem. Mária azt javasolta, hogy ő majd elmegy, egyedül felveszi Jézus testét, és elviszi a sírba oda, ahová a halott test tartozik. Micsoda odaadás! Mennyire arra összpontosított, hogy megpróbálja kitalálni, hol van Jézus teste. Olyannyira, hogy Jézus beszélt hozzá, de ő nem ismerte fel őt. De nézd meg, mi történik. A Biblia azt mondja, hogy Jézus így szólt hozzá. Mária. Ez minden, amit mondania kellett. Ez minden, amit ki kellett fejeznie. A neve és Jézus hangja. A Biblia azt mondja, hogy Jézus azt mondta, az én juhaim ismerik a hangomat. Mária azonnal felismerte Jézus hangját. A Biblia azt mondja, akkor megfordult, és így szólt hozzá, Rabboni, ami azt jelenti, tanító, rabbi. Jézus pedig így szólt hozzá, ne érj hozzám, mert még nem mentem fel az atyámhoz, hanem menj el az én testvéreimhez, és mondd meg, felmegyek az atyámhoz, az atyátokhoz, és Istenemhez, a ti istenetekhez. Mária Magdolna eljött, és elmondta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket a dolgokat mondta neki. Wow. Az első ember, akinek Jézus feltámadott úrként megmutatkozott, nem Péter volt, nem János. Nem az édesanyja, Mária, akit a katolikus egyház szent és társ megváltóvá avatott. Mária Magdolna volt az. Ez sok mindenre megtanít bennünket. Jézus nem a társadalmi státuszodat nézi, nem a bankszámládat vagy a sikertörténetedet. Ő csak az érdekli, hogy mennyire vagy odaadó, és mennyire szeretsz, mennyire úr ő az életedben. Mária számára ő volt minden. Magdala egy város volt. De Mária Magdolna ennek a városnak a története. Ma mindenki ismeri Magdalát, vagy Migdált, Mária miatt. Ő egy senki volt. Senki sem szerette, senki sem törődött vele. Kitaszított volt, sérült áru. Elutasították. De a Jézus iránti szeretete és odaadása miatt ma mindnyájan tudunk Magdaláról. Ő lett az oka annak, hogy többet akarunk tudni erről a városról. Ő lett az oka annak, hogy többet akarunk tudni Jézusról. Milyen gyönyörű, hogy ahhoz, hogy valakivé váljunk, csak annyit kell tennünk, hogy mi magunkat semmivé tegyük, és hogy Jézus tegyük mindenné az életünkbe. Mária nem tartotta magát valakinek, de ő mindig is az Urának tekintette Jézust. Legyünk mindnyájan olyan odaadóak, gondoskodóak és érzékenyek az ő hangjára, mint Mária. A bűneink bocsánatával, sok szeretettel éljük az életünket, mivel ez az eredménye annak, hogy vele élünk, a mi Urunkkal.